palacsinta. Lássuk is a hozzávalókat. A palacsinta elkészítéséhez szükségünk lesz fél liter tejre, 20 deka lisztre, 2 tojásra, egy evőkanálnyi kristálycukorra, egy csipetnyi sóra, egy késennyi szódabikarbónára és egy deciliter szénsavas ásványvízre. Legelső lépésként egy tálban keverjük össze a lisztet a tojással. Ha ezzel megvolnánk, adjuk hozzá a tejet apránként és keverjük el csomómentesre. Ha gyönyörű csomómentes állagot kaptunk, akkor következzék a kristálycukor, a só, a szódabikarbóna és a szénsavas ásványvíz hozzáadása. Keverjük el őket szépen, majd ezek után minimum 1 órát hagyjuk állni. Az idő leteltével egy habos rétegnek kell képződnie, amitől természetesen nem kell megijednünk. Csak keverjük össze, és kezdődhet is a várva várt sütés. Egy serpenyőben forrósítsunk olajat. Majd ezek után adjunk hozzá egy szedőkanálnyi palacsinta tésztát, és süssük aranybarnára mindkét oldalát. Ha kész, kenjük meg őket lekvárral, túróval, nutellával, kakaóval, amivel csak szeretnénk. Mi mást is mondhatnék még. Jó étvágyat kívánok! Ha tetszett a videó, akkor egészen nyugodtan iratkozzatok fel a csatornámra. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!